Magyarországon mindent meg kell tenni azért, hogy garantálni lehessen a zsidó közösség biztonságát. Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban. A kormányfő megerősítette, összehívta a Nemzetbiztonsági Kabinetet, hogy minden magyar állampolgár biztonságát garantálni tudják. A miniszterelnök az orosz-ukrán konfliktusról is beszélt, azt mondta, nekünk békemissziónk van, Magyarország az uniós elnökség alatt megpróbál a béke érdekében tenni. Pattanásig feszült a háborús helyzet a Közel-Keleten. A konfliktus a héten az eddiginél is veszélyesebb fokozatba kapcsolt, amikor elindult Izrael offenzívája Libanon ellen azzal a céllal, hogy megsemmisítse a Hezbollah állásait. Válaszul Irán rakétákat lőtt ki a zsidó államra. Folyamatosak az összecsapások, a harcoló felek kölcsönös megtorlást ígérnek. A háborús konfliktusok nemzetközi veszélyére figyelmeztet közben az olasz belügyminiszter. Matteo Piantedosi szerint az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus kiterjedésével a terrorfenyegetettség is tovább nő Európában. A közel-keleti és ukrajnai háború megosztottsághoz vezet társadalmainkban azzal a veszéllyel, hogy egyesek erőszakos ideológiákhoz csatlakozva terrortámadásokat és merényleteket követnek el országainkban, fogalmazott az olasz belügyminiszter. Ami ott történik, az biztonsági szempontból is kihatással lehet ránk. Ha a Közel-Keleten háború van, annak mindannyian azonnal megisszuk a levét, közölte Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte, ezek a folyamatok gazdasági és biztonsági szempontból is hatással vannak ránk. A kormányfő arra emlékeztetett, hogy Magyarországon sok zsidó is él, akiket személyesen is érint a konfliktus. Ez a háború a magyar állampolgárok egy bizonyos százalékát a lehető legközvetlenebbül érinti, ezért nekünk az ő védelmük érdekében mindent meg kell tennünk, tehát közvetlen az ő védelmükkel összefüggő biztonsági teendőink is vannak mindig Magyarországon, ha Közel-Keleten a konfliktusok kiéleződnek, mint ahogy most éppen ez történt. Közben folyamatosan toborozzák a szerződéses katonákat Oroszországban. Vlagyimir Putyin parancsára 133 ezer fiatalt hívnak be alapkiképzésre és kötelező szolgálatra év végéig. Moszkvának az a célja, hogy 2024 végére 1,5 millió bevethető sorkatonája legyen. Ukrajna is folytatná a háborút, Volodymyr Zelenszky béketerv helyett győzelmi tervet ismertetett a múlt héten az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök közben újabb fegyvereket is követel a nyugattól. Megpróbálunk a béke érdekében tenni. Orbán Viktor az ukrajnai háborúról is beszélt a Kossuth Rádióban. Azt mondta, a háborúzó felekben nincs szándék a békekötésre, ezért olyan politikát kell csinálni, amelyben a nemzetközi szereplők terelik a béke irányába őket. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar soros elnökség a békemisszióval tesz a békéért, ezért kellett elmennie egyebek mellett az ukrán, az orosz és a kínai elnökhöz, illetve Donald Trumphoz. Ennek az eredménye az, amit most látunk, hogy a kínaiak, a mi kezdeményezésünkre, a kínaiak vezetésével, a brazilok irányításához, vagy brazil-kínai tandemben megalakult a békebarátai nemzetközi csoport, aminek 11 néhány tagja van már, Európából 3-an is kaptunk oda meghívást, mi mint kezdeményezők, a franciák is, meg a svájciak is, ha meglátjuk, hogy ki hogyan reagál. Orbán Viktor azt mondta, reméli, hogy kedvező amerikai elnökválasztási eredmény esetén a nyugati világban a háborúpárti hangulat átcsaphat békepárti nemzetközi hangulatba.